Tisztelt megemlékezők! Mártírjaink előtt tisztelegve tartjuk ma itt temetőben ezt a gyászszertartást. Emlékezzünk, emlékeztessünk és figyelmeztessünk. Emlékezzünk, hiszen rövid időn belül már nem lesz, aki élő tanúként mondja el mindazt, ami történt. Emlékeztessünk, mert vannak, akik elfelejtették a Soá borzalmait, és sajnos vannak, akik nem is tudják, mi történt az emberiség legsötétebb korszakában, 1933 és 1945 között Európában. És figyelmeztessünk arra, hogy ma, a 21. században, 79 évvel a holokauszt után az antiszemitizmus továbbra is létezik és terjed. Mondta Csillag Barnabás, majd F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő emlékező gondolatai következtek. Az idő, ami eszünkbe juthat itt a karcagi temetőben, az idő, amit mérünk, ami telik, ami két arcú. Az időnek két arca van, hiszen jó és rossz. Hiszen az idő, amikor begyógyítja a sebeket, akkor jó. Tompítja a fájdalmat, gyógyítja a sajgó sebet, amely már nem élénk, amely nem sajog úgy, csak néha-néha belehasít. Az idő jó, mert az emlékeket ködbe, homályba takarja. És az emlékek már nem fájnak úgy, csak hébe-hóba, csak néha hasítanak be, és ilyenkor az idő barátunk. De az idő az ellenségünk is. Hiszen ugyanilyen ködbe borítja a szeretet arcát, mosolyát, csengő kacaját. Távolba tűnik mindaz, aki számunkra oly fontos volt, aki mindent jelentett az embernek. Az idő jó, az idő rossz, az idő kétarcú. És ilyenkor, amikor a karcagi temetőbe állunk, látjuk ennek az időnek mind a két arcát. Hiszen itt, vagy innen távol, talán jeltelen sírokban fekszenek azok, akikre emlékezni kell. Kérte a képviselő, majd Szilágyi Gábor kántor és Dajcs László főrabbi gyászszertartása következett, amely a rabbi síroknál ért véget. A mártír megemlékezés a zsinagógában folytatódott, ahol Molnárné Győri Erika óvodapedagógus hegedűn Jézus Anna című dalt játszotta el, majd Csillag Barnabás szólt a jelenlévőkhöz. Ha közösen emlékezünk a holokauszt során legyilkolt több mint 600 ezer zsidóvallású magyarországi állampolgár, magyar állampolgár emlékére, akkor azt méltó módon és történelmi tényekkel azonosan kell megtennünk. Ha most felnézünk az égre, eszünkbe jutnak azok az emberek, generációk, akik ezekből a parcsolatból is hiányoznak. Ha most szétnézünk a padok között, akkor mindenható jó voltából még közöttünk üdvözögöletünk azokat a keveseket, akik túlélték a borzalmukat. Kötelességünk megemlékezni mindazokról is, akik a szörnyű tettek után visszatértek a pokolból, és fáradhatatlan munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy ma itt ebben a csodálatos zsinagógában lehetünk. Ők voltak a közösségünk fényei. Tisztelt egybegyűltek! Szavainkkal és tetteinkkel emlékezzünk mártíreinkre, a múltukra. Ha ezt így tesszük, akkor helyesen járunk el. A múltat a jövőnek megőrizni a mi kötelességünk. Mondta az elnök, majd az első gyertyát, Érenfeld Sándorné Zsuzsa néni, karcag nemrég elhunyt legidősebb holokausz túlélője, emlékére lánya Elek Ágnes gyújtotta meg. A másodikat Huba Imre vármegyei elnök, a harmadikat Szepesi Tibor polgármester, őt nagy tiszteletű Koncz Tibor református esperes, majd Szabó Tibor a hit gyülekezete, karcagi elnök lelkésze követte. Az utolsó, hatodik gyertyát több mint 20 éve már, hogy Dajcs László főrabbi gyújtja meg, ahogy tette most is. Majd a holokauszt magyarországi előzményeiről és a zsidó törvényekről szólt részletesebben.
Majd a modern technika segítségével Luther Imre előadásában Radnóti Miklós 7. eklóga című verse hangzott el, majd Huba Imre vármegyei elnök szólt az emlékezőkhöz. Amikor olyan borzalmak élnek ma még közöttünk, amik az emberiség számára nem csak 6 millió életben, hanem ki tudja hány 10 millió meg sem született életben mérhető. Ki tudja hány meg sem született magyar élet. Jászlikon Szolnok vármegyei élet. Karcagi élet. Ki tudja hányan nem tudnak most itt ülni közöttünk a parokban. És ki tudja hány emberért szól ma az ima. Az imént volt egy kis zápol. A természet is megsiratta a halottakat. Megsiratta az áldozatokat. És üzent nekünk emlékezőknek, hogy ilyen borzalmak soha többé ne történjenek meg. A természet nagy ajándéka a felejtés. De mi nem felejtettünk. Mi emlékezünk és kortársainkat és utódainkat is emlékeztetnünk kell. Mind arra, ami során történhet meg. És Radnóti Miklóshoz csatlakozva nem haltunk meg, de nem is érhetünk nyugodtan addig, amíg van üldöztetés a Földön, faji, etnikai, vallási, származási alapon. És amíg ilyenek magyar emberek, amíg ilyenek emberek a Földön, akiket ez alapján a mindennapjaikban, a létünkben veszélyeztetnek mások, addig nekünk emlékeznünk és emlékeztetnünk kell. Ne tedd mással, amit nem szeretnél, hogy veled tegyenek. Ennek az aranyszabályként nevezett tanításnak a lényegét már az óvodában is megfogalmazták alapvető erkölcsi elvként. Szinte az összes vallás szent könyve tartalmazza a tanítást, kezdte Szepesi Tibor polgármester, aki szólt arról is, hogy ennek a tanításnak nem mindig fogadták meg a gondolatait. A holokauszt minden tizedik, a legnagyobb náci megsemmisítő tábor, Auschwitz-Birkenau minden harmadik áldozata magyar volt. Ezek és ezek, akiket megszámozott, felcímkézett vagonokba, gettókba, munkatáborokba, erőltetett menetekre kényszerítettek. Ezrek és ezrek. És köztük az a 446 karcagi zsidó polgártársunk, akiket elhurcoltak és meggyilkoltak. Ők azok a karcagi honfitársaink, dédapák, dédanyák, nagymamák, nagyapák, fiúk, lányok, családok, akik ma nem lehetnek velünk, csak emlékeinkben. Tisztelt megemlékezni. Hajtsunk fejet, és emlékezzünk múltunkra. Múltunkra, hiszen a ma is ebben gyökerezik, és a jövőnk is ebben gyökerezik. Hajtsunk fejet a mártírok, közte a karcagi mártírok emléke előtt. Mondjuk el a megtörtént tényeket gyermekeinknek, unokáinknak, hogy okuljanak, és ezáltal jobban értsék a mai történéseket is. Hajtsunk fejet a túlélők előtt, azok előtt, akik ma már egyre kevesebben vannak közöttünk, de példát szolgáltattak emberségből, abból, hogy a tragédiák ellenére emberek tudtak maradni. Adjon erőt mindannyiunknak az ő emberségük, reménységük, jövőbe vetett hitük, hogy soha ne feledjük, ne tedd mással, amit nem szeretnél, hogy veled tegyen. Zárta szavait Szepesi Tibor, majd Szilágyi Gábor kántor és Dajcs László főrabbi gyászszertartása következett, majd a zsinagóga előcsarnokában a kádis elmondása után a jelenlévők mécseseket gyújtottak a 446 karcagi áldozatra emlékezve.